Táni Traktátus 9-es lapja következik, és különböző erkölcsi tanításokat vettünk az elmúlt napokban, amelyek meg többsége az esőhöz, a megélhetéshez kapcsolódik, és ezek fognak ma este is folytatódni, nagyon izgalmas, szép tanítások lesznek. Benne vagyunk Rabbi Johanannak a mondásainak csokrában, és ebben a csokorból a negyedik mondás következik ha a nyolcas lap végén van már hanem Majdig szív, aszer te aszer, aszer ti titáser. Miért van az írva tizeddel tizedeld meg termésednek minden javát? Tizeddel tizedeld, aszer te aszer. Ugye ez a Héberben az aszer, a tized szó, és az aser, a sír, a gazdag szó, az tulajdonképpen ugyanúgy, van írva, csak a pontozása más a héber szövegben, tehát az aszernél az, az, a pont bal oldalon van, és így egy sz, egy szín lesz abból a betűből. Ha viszont áttennénk a pontot a jobb oldalra, akkor sin lenne belőle, és akkor az aser gazdagot jelentene. Tehát erre azt mondta a Birchanan, nem véletlen ez a szójáték, hogy aser te aser tizeddel tizedelve, tizedelt termésedet, mert a tizelve, tize, tizedelve, tizedelve, tizedelt természetet úgy is lehet olvasni, a szer, te a ser, tizedelj, hogy gazdagodj. Magyarul, ha valaki megadja, megfizeti a tizedet a terméséből és nyilván ez nem csak a termése vonatkozik, hanem minden embernek a maga megélhetéséből, a maga bevételéből, tizedet azt jótékony célra fordít, akkor azzal legjobb, módszere annak, hogy gazdaggá legyen. Áskéhé Rabbi Jöjjhenan és lakis. Rabbi Jöjjhenan találkozott és lakis fiával, kisfiával. fiával, lej, éjma echa. Erre azt mondta neki a na, mondd, mit tanultál most az iskolában. Ugye ez a módszertan, éjma lipszuk echa, mondd, hogy mit tanultál. Mondd, hogy mi, az a tórai mondat, ahol éppen tartasz a tanulás közben. Ez egy visszatérő módszer. A, amikor egy bölcs ember egy kisgyerekkel találkozik, és akkor ha a gyerek mond egy mondatot, akkor annak valamilyen égi üzenete van, valamilyen proféciát, kis proféciát is jelképez. E, és a e, oda odamentre, és lakis fiához, és azt mondják neki, na mond, ej, Eha, mond, mi, a, mi az az éppen aktuális tórai mondat, amit hát az iskolában tanulta. Ugye azt kell tudni, hogy de Bjérhanan és, és Laki sógorok voltak, ugye de Bjérhanan egy híres rabbi volt, és a történet szerint és Laki is pedig egy, egy, egy utonálló, egy, egy rablóbandita vezér, egy rablóbanda vezére, aki egyszer meglátta de a Bjérhanant a patakban fürdeni, és hátulról látta, és látta a gyönyörű válait Rabbi annak, és azt hitte, hogy egy nő fürdik a vízben, és átugrott a patak túloldalára, hogy megnézze szemben is, és szomorúan látta, hogy ez nem egy nő, hanem egy férfi, viszont ha már így találkoztak, akkor elkezdtek beszélgetni, és Rabbi Jöjjhamann e, olyan hatással volt rá hogy az megtért, és maga is egy nagy rabbi lett. Végül, e, És lakis elvette Rabbi Jöjjhamann e, hugát, és így az a fiú, akivel itt most Rabbi találkozik, az nem más, mint a saját unoka öccse. Tehát azt mondta az unoka öcseinek, mit tanultak éppen az iskolában, a héderben. Erre azt mondta neki a fiú, ászer, te ászer. épp annál mondatnál tanulunk, ö, tartunk, amire akkor a tóra azt mondja, tizedelve tizedelj mindent a termésedből. Ameléum mai acer te ászer. Erre azt mondta neki a kisfiúnak. Na, és mit jelent ez az aszert Miért van ez duplán írva, hogy tizedelve tizedelj? A melej, aszert Azért van így írva, rögtön meg is válaszolta a gyereknek, mert azt akarja ez mondani, arra utal, hogy tizedelj, hogy meggazdagodj. Nalach, amely azt kérdezte a gyerek, Nabi Jaihanantól, honnan beszélt, hogy ez így van? Amely lejzil, ez er azt mondták, hogy mit? Csinálj egy próbát! Azt kezdett tőlem, hogy, hogy honnan tudom, hogy ez így van, hogyha tizedet adsz, tizedet adsz, akkor meg is gazdagodsz. Tegyél egy próbát! Azt mondta neki, hogy mi is a lényeg, hogy a barhú? azt kérdezte a gyerek a nagybátyától, szabad ilyet csinálni, szabad Isten próbára tenni. Azt mondta neki, hogy a hakszív, lesz a sem nem azt olvassuk a Tórában, Mózes 5. könyvében, ne tegyétek, az örökké, ne, az örökkévaló Isten? A mőlei, ha a marabi, hogy sia, azt mondta erre neki, rabi, jogos, de mégis azt mondta, rabi, hogy sia, minden másban tilos Istent úgymond próbára tenni, kivéve ebben. Ugye, ami azt jelenti, hogy általában az ember nem csinálta, hogy azt mondja, Isten, ha vagy, ha van Isten, akkor nem tudom én most e, a beteg barátom gyógyuljon föl. Ha van Isten, akkor ez vagy ez történjen. Így próbára tenni Isten nem szabad, de ebben az egy dologban szabad. Ha az ember tizelet fog adni, akkor az a gazdaság, gazdag, gazdagsághoz fog vezetni. Ezt mondta Rabai a minden másban nem szabad Isten próbára tenni, de ebben szabad. Honnan tudjuk, hogy így van? Mert Malachi proféta a következőt mondja, Malachiás. If you ask all my seren beysa oitzer vei hiterev veveysi, ube ha nunni bezaiz, amara sem cvakaiz, im loj eftach lachem es a rúgaiz a sömáim, lachem brachad viláj. Azt mondja Malachiás proféta könyvében, Isten így szólt. Ha viuli eszkola májszer, hozzátok be mind a tizedet, el Bésza Ajca, a magtárba, vagy hitelebbe Bészi, és legyen étel a házamban, ugye a házamban az Isten házatát a Mész a a Szentély, hiszen a tized nagy része az a lévitáknak, a papoknak ment. Amár a sem cvakaisz, így szólt az örökkévaló, a seregek ura, im laj eftáknak hemesz a rúgaisz a semáim, Tegyetek próbára, Bachanuni Bezoisz, Imlai Aftachnachem, ez a Rubai és a Tegyetek próbára ebben, hogy kifogom nektek nyitni az egek Dézsváit, déz, Dézsmáit, Várik Kaiszilachem, Brocha, Adbri Dáj, és rátok fogom önteni az áldást vég nélkül. Máj, átbridáj, mit jelent az, hogy vég nélkül? A már Rámi bár ráv, azt mondta erre ráv, ácsim már dáj. Amíg a szátokkal azt nem fogjátok mondani, jaj, elég, elég, olyan sok áldásunk van, hogy ez más már túl sok. Elég legyen ebből a sok áldásból. Magyarul Malachiás profita azt mondja, hozzátok a tizedet, és, és, Isten azt mondja, tegyetek próbára, hogy ha a házamban lesz elemózsia a papoknak, akkor én megnyitom az ég csatornáit, és eső fog esni, és olyan gazdagság lesz, hogy már a végén azt mondani, elég volt, elég volt, túl sok, túl nagy a gazdagság, nem akarunk ennyire gazdagok lenni. Amellé i haves mate hasszom le hype szuka, le haves trichan is jelrábok. Azt mondta erre neki, de annak az unokaöccse, kisfiú, Ó, oh, ha idáig eljutottam volna a Malachiás profét a könyvéhez, eljutottam volna, és olvastam volna magam is, amit itt mond, akkor bizony nem lett volna szükségem arra, hogy megkérdezzem tehát, hogy honnan tudod, hogy ez így van, honnan tudod, hogy próbára lehet tenni Istent a tizet fizetés és a gazdagság kapcsolatában. De szó, áskehénebb jéhnai lakis, és van már, ha már ezt a történetet felolvastuk, megismertük, akkor itt van még egy történet, amikor a Béhalan találkozott ugyanezzel az unoka azt De Jasszíva, uh, ha már velesz, adom te szállem dárkai, vála sem gizav liboi. Hallotta, hogy a gyerek azt a mondatot tanulja éppen a mislében, a példabeszédekben, a példabeszélek 19-es fejezetében, én velesz adom te szállem az ember butasága, vezeti e, a rossz útra, de állá semmi és mégis Istenre mérges a szívével. Ugye az ember, amikor valamilyen rossz sorsa van, akkor általában azért van, mert valami butaságot csinált, elrontotta ő, ő le a jó útról. Mégis az emberek gyakran nem ismerik föl, hogy hibáztak, és ahelyett, hogy fölismerik, hogy hibáztak, Istent hibáztatják. A mi a meg Számei, Amar, de Leire, ott ült rá békanon, és elgondolkozott. Hm. Nincs, tudjuk azt, hogy nincs semmi a proféták könyvében, ami valamilyen szinten ne lenne már megtalálható a Tórában, Mózes 5 könyvében. Ez a gondolat, hogy amikor az ember letér a jó útról, és a sorsa rossza fordul, akkor ahelyett, hogy fölismerné a saját hibáját, Istent hibáztatja, ez hol található a Tórában? Amelé, erre a gyerek megszólalt, és megadta neki a választ. Atu ha millajre mizi. Hát nem lenne ez benne a tórába? Vahag szív, vagy jejce, libom je herdu, is elachiv, lémeim, mázis, aszelikim, József és testvéreinek a történetében olvassuk, hogy amikor József visszarakta a pénzüket a testvéreknek a, a, mag, a maggal teli terménnyel teli zsákokba, és amikor útközben észrevették, hogy mindegyiknek ott van a maga termény zsákjában a pénze, akkor megijedtek, és azt mondták, miért tette velünk ezt Isten? Ugye, pedig ők föl kellett volna, hogy ismerjék, hogy saját maguk védke az, hogy Józsefet meg akarták ölni, aztán végül eladták rabszolgának. Egyiptomba ez az, ami a, ezt a a sorsnak ezt a ö, érthetetlen, vagy, 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 váratlan fordulatát rájuk hozta. Dál énei, hazabej. Most ugye a gyerebi a fia, az unoka, a azt mondta neki, hát miért mondod, hogy nincsen a tórában benne ez, hogy az ember, amikor ö, hibát hibára halmaz, és utána rosszra fordul a sorsa, akkor Istent hibáztatja maga helye. Hát itt van József testvéreinek a történetében, egyértelműen benne van. Most ugye de annak egy kicsit rosszul esett, hogy ő erre nem gondolt, viszont a kisgyerek, a saját unokölcse az gondolt erre. Dál én néve erre nagyon szúrósan ránézett, azt se imé a fiktei, erre gyorsan az anyja elrántotta és elvitte. Amra lé, és azt mondta a gyereknek, az anyja, tamme kame, gyere el innen, de löj lávidlach, de avid nehogy úgy járjon el veled, mint ahogy eljárt az apáddal. És a történet szerint, hogy ezt olvassuk a Baba Metszia traktátusban, annak ennyire nem volt az, aki öm, öm, ugye, a jó útra rávitte és lakist a gyereknek az apját, aki ugye egy rablóbanda vezére volt, mégis később <coughs> mérges lett rá, megharagudott rá. Ugye azt hallotta, hogy és is nem értékeli eléggé, hogy őt jó útra vezette, és emiatt a harag miatt, emiatt a, a péda miatt emiatt a az mérges volt, megharagudott bérhör, lak és lakisra és lakis végül meghalt. És az anyja nyilvánvalóan, tehát a testvére a az anyja a gyereknek, az özvegyen és lakisnak attól félt, hogy a gyerek is úgy fog járni, mint az apja és lakis, és ezért gyorsan elrántotta a Bihadan elől a gyereket. Van már a Matar, Bisfil, Jachit, Pár Nasza, Bisfil, Rábi. Megyünk tovább. Még milyen mondásai, tanításai voltak a Bihadannak? Volt egy olyan mat tanítása, Matar, Bisfil, Az eső, az eshet egy egyedi individum, egy egyén számára is, tehát hogyha valaki egy nagy szádik, akkor az egész közösség számára nem esik az eső, de számára esik az eső. Pár is virábén viszont az, hogy gazdagság legyen, az csak akkor lehetséges, hogyha mindenki jó úton van, és nem csak egy egyén. az a hogy az esőt, azt egy egyénnek is lehozza Isten. Azt mondja, hogy ötödik könyvben olvassuk a 28-as fejezetben, ahogy ahol azt mondja, és nyissa meg neked az örökkévaló az ő kincstárát, az eget, hogy adjon neked esőt, neked esőt a földedre, egyes számban mondja, pár nosz, és fél dik szív lechem. Viszont a ö, megélhetést, azt, hogy a pár nosz jó legyen, azt csak a közösség teljes egészének érdemében adja Isten. Ahogy írva van a manna kapcsán, innen mám téla a íme én adom nektek a kenyeret az égből. Tehát, hogy a mannáról van szó, az csak az közösség egészének érdemében adja Isten. Mész, rebbi észrevegye, hogy Hudaim, Slajj Söpárna, Szimtéibi, most a következőkben a Talmud azt fogja kérdezni, hogy miért mondjuk azt, hogy a megélhetést az csak egy egész közösség érdemében adja Isten amikor azt látjuk, hogy volt három olyan különleges vezetője, olyan különleges kiemelkedő személyisége a zsidó népnek, akiknek az érdemében az egész zsidó nép megélhetése biztosítva volt. Um, ki volt ez a három különleges eh, ember? Moise, Áron és Miriam. Mózes, Áron és Miriam. A három testvér. és Matana és három különleges ajándék adatot az ő érdemükben. Man, beér, anon, uman, ubeér. Be, még egyszer, beér, anon, uman. A forrás, Miriam forrása, a víz, ami ugye követte a zsidókat a sivatagban, amiből ittak. Anon, a felhő, az örködő felhő, amely körbevette a zsidó népet, kiegyenesítette az udat, utat, védte őket a skorpióktól és a károkozóktól, uman, és a manna, ami az égből hullott alá. Beér, bizkusz, Miriam a forrás víz az Miriam érdemében volt. A Muda Anambiszkusz Áron, a felhő az Áron érdemében, Mambiszkusz se, és a Manna pedig Mózes érdemében. Mész a Miriam Nisztálakab ér, amikor meghalt Miriam, akkor kis, kiapadt a forrás, és nem már vett sem Miriam, és szív ja, Éda, ahogy olvassuk Mózes 4. könyvek 20-as fejezetében, és meghaltott Miriam, és rögtön utána azt olvassuk, és nem volt víz a közösségnek. Hazra visz de végül visszatért a víz a megmaradt két testvér, Áron és Mózes érdemében. Mész Áron is a Nanea Kavét, amikor meghalt Áron, akkor a felhő szállt el. És nem ám ismák Nani Melecharod, más múl, sem a sem a Mész Áron is a Nanea Kavét, ahogy És meghallotta a Kánánit a király árád és jött háborúzni Izrael-el, mi az, amit hallott, ugye nem mondja maga a passzuk, hogy mit hallott meg, ugye azt mondják, a kommentárok meghallotta azt, hogy e meghalt Áron, és a vigyázó felhő elszállt, és ebből a szavor, nitna nem de iszrael, ebből arra következtetett tévesen, hogy úgymond egy égi engedély adatot, hogy Izrael népével fölvegye a harcot. E a és ez jelenti az, egy kicsit a szöveget megváltoztatva, a központozás megváltoztatva, ez jelenti az a mondat, amikor azt mondja a Tóra, Mózes 4. könyvének 20-as fejezetében 29-es mondat, van nyíruk és látta az egész közösség, hogy meghalt Áron, nem látta, hanem láttatott, az egész közösség. Magyarul, Amarabia Bau, Átikre, vagy rau Ella, Kedves דור és לוקיש דומה, יש לוקיש כמשה שש ארבע ez az egyszerű olvasással a mondatnak úgy hangzik, és látta az egész nép, hogy meghalt Áron. De úgy is lehetne olvasni ezt a mondatot, ha máshova tesszük a központokat, és megláttatott az egész közösség, mert meghalt Áron. Ugye az a szó, hogy ki, az jelentheti azt, hogy hogy, mert, de e, talán. És ugye itt a, az egyszerű olvasata az az, hogy e, hogy? Meglátta az egész nép, hogy meghaltáron? De hogyha a, a, az olva, az, a, a szöveget egy kicsit megváltoztatjuk, akkor úgy is lehet olvasni, hogy és megláttatott a, az egész közösség, mert meghaltáron. Miért láttatott meg? Mert elszállt az őt körülvevő vigyázóan körülvevő felhő, és ezért szabad prédává váltak, láthatóvá vettek. Végül is, mégis, hazrus nejen, végül is visszatért, mégis, mind a forrásvíz, mind pedig a felhőbiz huszma is, -e, Mózes érdemében, viszont amikor Mózes is meghalt, nisztálko kulan, akkor mindegyik abba maradt, mind a forrás kiapat véglegesen, mind a felhő elszállt, és mind pedig a manna, Uh, se nem már akhid khid es slöjse bi echod, ahogy Zechariás könyvben olvassuk, így szólt az örökkévaló Isten, mert elvettem mind a három uh, pásztorot, uh, pásztorotokat egyetlen hónapban. Mire vonatkozik ez? Ki bi echod ne iszó? Hát ugye nem egy hónapban halt meg Mózes, Áron és Miriam, Mirjam, Miriam, Nisza, mit Nisza, Várjunk be, Ávám várj és Hát ugye Miriam Nisza hónapban halt meg Áron Áf hónapban, és Mózes pedig Ádár hónapban, emellem Niszt Vátlus le is, Mutánisz, Jitula, Janun, hanem ez arra vonatkozik, hogy mindez a három különleges ajándék, a forrás, a felhő és a manna azok egyetlen hónapban szűntek meg véglegesen, amikor meghalt Mózes. De most uh, Álma Áska-Champanna azt mondja, összegezve ezt a történetet, mégiscsak az a történet végkövetkeztetése, hogy egyetlen ember érdemében is Isten biztosította a megélhetést az egész népnek. itt van Mózes, akinek az érdemében Isten biztosította a mannát, a felhőt és a forrásfizet. Akkor miért mondta azt, hogy hogy egyetlen ember érdemében csak az esőt biztosítja Isten, de nem egy, a teljes megélhetést. Sányi ma is a rá, bimhubai, a Azt mondja a Tóra, de azt mondja a Talmud, Mózes más, mert Mózes mindig, mindig amikor imádkozott, soha nem imádkozott magáért, hanem mindig az egész közösségért imádkozott. Ő egy közösségi ember volt. Mindene a közösség volt. És ezért az ő léte az olyan volt, mint hogy az egész közösség felől döntene Isten, és ezért az ő érdemében az egész közösségnek juttatott megélhetést. Funda Hávés kichik meide rava. Egyszer ezek a bölcsek, az itt felsorolt bölcsek, rava előtt voltak. Ki nach rava, amikor meghalt rava, asszulek a meide papa, Ráv papához mentek, kol az hava amr lejú, smájta vagy hava misztábra lejú, hava mi rámze hadadi. Most ugye ezek a Rafhuna, és a ezek ravének voltak a tanítványai, ez szerintem, hogy rava előtt voltak, azt hogy rava előtt, tanultak, tehát ő volt az, aki fölöttük állt, mint mesterük. Amikor meghalt Rave, akkor átmentek Rav Papa jesivájába, és ott tanultak. De egy kicsit elbizatták magukat, úgy érezték, hogy ő, mert nem az ő szintjük, és amikor Rav Papa mondott valamit, ami nekik nem tűnt helyesnek, akkor mindig egymásra néztek, és így és egymásra kezdték, hogy hát, egy kicsit furcsa ez, amit ez itt mond, és ezt észrevette a pap, és halas és nagyon megsértődött. Akrói és aztán álmában meglátta, hogy az égből azt a, ezt az előbb említett mondatot, de Akhédes Raim, és elvettem tőletek három pásztoratokat, mondatot, amit az előbb ugye Mózes Áron és Miriamra értelmeztünk, Zachariás profétától, ezt a mondatot hallotta álmában, és ő megijedt, úgy értette, hogy esetleg Isten meg fog, el fogja venni az életét ennek a három kiváló bölcsnek, azért mert ő megsértődött. De Maharki, hava Mifteri, nei Amr Leo, leihra Bonnum és amikor másnap elköszöntőlük, akkor azt mondta nekik, Rabik, menjetek békével. Menjetek békével, ezt azért mondta, hogy még véletlenül se érje őket az ő részéről átok annak révén, hogy ő megsértődött, megbántódott az ő viselkedésük miatt. Rav Simibar Ashi Haves Pape. Ashi gyakran volt Rav pape és hallgatta az előadásait, tanult tőle. Have a Tuva, és sokat kérdezett tőle. Jöjj ma Had Nafalal Egyik nap, amikor Rav Pape az ima közben lehajtotta a fejét, akkor hallottas um, hallotta Smaide Amár, hallotta a Simi, hogy azt imádkozz Rav Papa, Rav Manelac Lámiki de Simi, Istenem, mentsél meg a Simi szégyenétől. Ugye ő úgy érezte Rav Papa, hogy a, papára, vagyis a Simi kérdései gyakran olyan nehéz kérdések, hogy nem nagyon tudja rá választ, és megszégyenül mindenki előtt. Ezért szóval imádkozott Isten, Isten, ments meg, hogy nehogy szégyenbe hozzon, hogy valami olyan erőset kérdezzel, amire nem tudok válaszolni. Kábel a lánystik, és erre, amikor ezt meghallotta Simi, akkor úgy döntött, hogy többet nem fog kérdezni, mert nem akarta, akkor tudatosult benne, hogy a fpöpe tart az ő kérdéseitől, és nem akarta szégyenbe hozni. Váfrés lakis szavár, matörbisvili ahi, damerés lakis mi náin, le matörbisvili ahi. Nix szív, se áldumás, se matörbész, se bészmálk, se észik az izim. nem is, észbe Oké, okay. nem csak rabi hanem is lakis is azon a véleményem volt, hogy nye a ja, sogora, és azon a véleményem volt, hogy egy egyén kedvéért is Isten az esőt lehozza. Ahogy tanultuk, és Lakis tanította, honnan tudjuk, hogy egy akár egyetlen egyén kedvéért is Isten lehozza az esőt, mert azt olvassuk Zaháriás könyvében, a tízes fejezetben Sálumá sem motorbe észmálkös, kérjetek esőt, a málkös a késő tavaszi eső idején, ha sem öjszökhaz szizin Isten hozza a felhőket, Umba tárgy mit lahem, és az uhogó esőt fog nekik adni, és észrebe a szade emberfiának e, növényt, vagy füvet a mezőn. És erre is lak, is, hogy magyarázta ezt a mondatot? Jaheila Köl, már le is. Mit látunk ebből, hogy férfinek a mezőn? Ugye? A férfinek azt jelenti, hogy egy, egy egyénnek is. Tánya Ille is, Jaheila Köl, Szlajszab, Tamid Laj már szade, iszade, Jahe. De szantam, hogy már Ugye, még egyszer olvasjuk fel ezt a mondatot, és hogy mit magyaráz rá, és lak is. De a háriás mondatja, mondata azt hogy a sem, kérjetek Istentől esőt, be ész a késői tavaszi eső idején, ha sem őszek a Isten hozza a felhőket, a tárgyesen itt el lehem, és az e zúgó esőt fog nekik adni, le is észrevbe szode. Férfinek, egy egy fűszálat a mezőn. E, ugye erre azt mondja a férfinek, az azt jelenti, hogy egyetlen embernek is. Basszod, de azt jelenti, hogy még egyetlen embernek egyetlen földjére is. Sőt, még egyetlen embernek egyetlen földjén, egyetlen e, búzakalászra is. E, ugye azt akarja ezzel mondani, hogy Isten tudja annyira specifikusan adni az esőt, hogy nem egy egész közösségnek adja, nem is, hanem egy, egy egyének, az egy egyénen belül is nem minden földjére, hanem csak egy földjére, és még az egy földön belül is csak egy nagyon specifikus helyre. Ki hadráv Daniel nil ha higginsza, ahogy történt ráv de nil akinek volt egy zöldséges kertje. Akkor jöjj ma havel az és ez egy nagy szádik volt, és mindig, amikor elment a veteményes kertjében, amár ha misra bája mája, erre a veteménynek kell, hogy essen egy kis eső, Hamis, jön, hogy de erre a vetemére nem kell, hogy essen eső. Vagy azt, amit rebek a másik, kalhék, nem mája, és csoda történt, és jött egy eső, és mindig csak azt áltotta meg, amire ő kérte specifikusan az esőt. Mája is sem, oiszeh az izim. Mit jelent ebben a mondatban, amit idéztünk, hogy Isten hozza a felhőket? amara bár a bábik a nina, Vilámécsek volt szádi, piacádi, kados, borka észre, hogy az izbifni ácmai, arra tanít ez bennünket, mondta remészmechanina, hogy Isten annyira specifikusan tudja adni az esőt e, e, mindenkinek az érdeme szerint, hogy akár minden szádiknak csinál egy saját felhőt, ami követi az embert, és, vagy követi a, a szükségleteit, és az a felhő specifikusan csak annak a szádiknak a földjét fogja eláztatni. Umaiházizim, akkor miért felhők? A már a végén nem azt mondta, erre nem jó, ezek olyan felhők, amik elszállnak. Mit jelent az, hogy elszállnak? Amely a mater perges már Perges, a papa Éva Krista, tudte Éva Mit jelent az, az elszálló felhő? Az valahogy azt jelenti, hogy a Béjkeren tanította, hogy van egy felhő, és az alatt van egy másik felhő. És ezek egymáshoz képes mozognak, ez a jele annak, hogy eső fog következni. Valahogy ilyen két, két szintes a felhő, és ezt nevezik szálló felhőnek. E, és ilyen szálló felhőket Isten specifikusan, specifikusan is tud egyes emberekre e, mérten hozni. Amerevi Huda, ni hallam, mit, ni hallam mik, mitra. Mitra, mitra, mitra. E, mi, mi mitra? mitra, mitra, passzik mitra. azt is mondtam mert az esőről van szó, hogyha elkezd, a felhős időben elkezd permetezni az eső, az annak a jelen, hogy nem sokára egy erős eső lesz, ha pedig az esőzés végén van permet, akkor az annak elő, hogy nem sokára vége van az esőnek. Mikmei mitra, azt mitra, e, möhulta, de mitra, passzik mitra, vagy hárja de izi. honnan tudjuk, -e? ez így van? Azt mondja, olyasmi ez, mint amikor a lisztet elkezdjük szitálni, akkor a liszt szitálásának az elején finom liszt hullik le, és utána jönnek a nagyobb darabok. Ugyanígy az esőnél az elején permetezés van, és utána jön a nagy eső. A végén pedig, amikor az nagy eső van permet, akkor az a végét jelenti, úgy, mint amikor a kecske kakil. <laughs> az elején nagy darabok vannak, és aztán apró e, e, darabok jönnek ki. Érdekes, mert e, hasonló, párhuzamak. Ula iklele bavel haze pejhes. Ula egyszer <coughs> Babilóniában járt, és látta ezeket a szállófelhőket. felhőket, ugye, amik elvileg az esőnek a közeledő esőnek a jele. Amelé panuma ané. De hasta asszimitra, azt mondta az embereknek, gyorsan hozzátok be a, az eszközöket a földről, mert jön az eső. Szefra asszimitra, és mégse jött eső. Amárki éhenem sákrimi vilai, akkimi mit rájú, erre azt mondta Ulla, hogy ezek a babilóniaiak, nem csak ahogy ők hazudnak, úgy hazudik a felhőjük is. Ja, az izraeliek nem voltak nagyon jó véleménye a babilóniaiakról, ez, ez a babilónia, ez egy hazug ország, és ez ugye visszatérő fordulat a Talmudban. És azt mondja, nem csak ők hazudnak, a felhőjük is hazudnak. Hiszen ilyen felhő Izraelben az egyértelműen azt jelenti, hogy jön az eső, és itt pedig hiába vártuk, az esőt mégse jött. Ula iklele babil hazei malet szane de zuza. Egy másik történt, Ula valaki, ugye egy izraeli bölcs volt, és Babilóniában látogatott, és mit látott a Suk, sukban, a piacon, hogy egy teli kosár datoja az egy zuzzal megvehető. És de olcsó. Amar meleit szane de elcsodálkozott. Egy egész kosárnyi méz, ugye a méz az itt a datoja egy zuz, uba vloj, kiből ilyen olcsó itt minden, és a babiloniak mégse tanulnak annyi tórák? hát ilyen olcsó lehetnek bármit, akkor könnyű a megjelentésük, és a többi időt azt a tóra tanulásra kell fordítani. Ehhez képest nem látom, hogy ez történne. De Leila Cairo, ugye megvette ezt a kosárlatóját, jól bevett belőle, és éjszakára viszont elkezdett fájni a hasa. Ha már erre azt mondtam, hogy szána, de szakina bezúza, arra azt meglátszott már a véleménye a babilonai zsidókra, és azt mondta, hú, egy egész kosárnyi kés egy zuzért, úgy fájt a hasába, mint a késsel szúrnák belőle a hasát, ugye Vloja összkebe rájsza, ilyen rossz minőségű az étel, az ember megeszik egy kis datóját, és már így fájt a hasak, és mégis tanulnak tórát, na, ez már egy nagy dolog. Tányérami lezáráim, a kalailam, ami mely ukinaius is a következő kicsit ezoterikus rész, az arról szól, hogy tulajdonképpen az esőnek mi a forrása. De mi azt fogja mondani, hogy az eső forrása a földön van. Ugye a tenger. A tenger vizének a párája felszáll, és az égből aztán visszaesik. De mi azt fogja mondani, hogy nem. A víz az valahonnan fönt az égből jön, és a felhőknek csak annyi a dolga, hogy rajtuk keresztül átszitálódik a, a víz. Lezre azt mondta, az egész világ esője az a földközi tengerből van. És nem már, mert így áll, minden adom. Ahogy a Teremtés könyvben is olvassuk, és fölszállt a pára a földről, és megitatta az egész földet. Amellőre, mi soha, hogy mi mi jöjjön a azt mondja, nem lehet, mondta, mert hiszen a tengervize a sós, az első víz az viszont édes. Amellőre, mi mám tettünk, Babi, mert azt mondta neki, nem, a felők megéresítik, de mert fölszáll, mert lejön, addig már nem lesz sós. Mi mert mi a kola májm kuloim, mi májm eljön, musa, és soha, szerint viszont nem, az ö, a víz az egész világon, az eső, az az égből jön, az égi, égi vizekből jön, és nem már minitárosra máj, mint Isten mai, ahogy Mózes 5. könyvében olvassuk, az egek esőjéből így ad vizedet, ellen manni, mert káim, így állami narec, akkor mit jelent az, hogy a pára fölszállt a földre, amit Rabi Lezer ugye, annak a forrásoként említ, hogy a pára fölszáll a földre, és utána lesz eső, mi hogy fogja ő ezt értelmezni? Mi lámét se a noni, mi szgábrim, vagy olyan, mert kiállapai, szkém ke mi káblim, motor. És a felhők felszállnak az égbe, kinyitják a szájukat, mint a, mint, a, egy ilyen befogadó edény, és kinyitják a csapot, az égi tartály csapját, és a káblim, motor, és magukba fogadják az eső vizét, és nem állj, zogyikú motor, le a jobb könyvében olvassuk, a és teli vannak lyukakkal a felhők, kek bajsz, és ezen a lyukakon úgy, mint egy ilyen szitán keresztül megy a víz, és kis uh, szemekre osztódik, a gábea kárka, amíg le nem esik a földres, nem már hasra szmáim, és hakim, mint egy, öm, um, ahogy Sámol könyvében olvassuk, mint egy gerebjézet víz, olyanok az égi felhők, é, tehát, hogy a, mint a felhőknek az lenne a dolga, hogy a vizet gerebjézzék, vagyis, hogy, hogy ilyen cseppekre szétválasztják, de én ben tipa, tipa, ellek mi ma. és micsoda csoda, csodálatos dolog, hogy egy-egy csepp víz között csak éppen, hogy egy hajszányi em, kihagyás van, em, és mégsem válik egyé, nem ragad össze a sok em, csepp víz, hogy olyan legyen, mint hogyha egybe öntenék a vizet, de lámda hosse kodol, mag samim kis a májba és ebből is látjuk, hogy olyan nagy dolog, olyan nagy csoda, a természet csodája, amikor esik az eső, mint amikor maga a világ megteremtetett, és nem már őszek dajlősz, hát én helyker, mint ahogy látjuk, hogy írva van, hogy jobb könyvében nagy dolgokat tesz utánozhatatlanul, vagy uh, kifürkészhetetlen nagy dolgokat tesz. Úgy Szíve Nőszem, Materát Nea arra, és utána úgy folytatja, hogy esőt ad a víz a föld színére. Úgy Szíve Lehallan, a Lögye Dátaimról és a Mátali Ké én hejkelődt és azt is mondja utána Ézsaiás könyvében, amikor a kifürkészhetetlenségről beszél, hogy uh, hát nem hallottad, nem láttad, nem tudtad, az örökké való a világ királya megteremti a földet, nincsen, ki, nem kifürkészhető az ő bölcsessége. Tehát a kifürkészhetetlenség, mint jellemző Istenre, az mind az esőre vonatkoztatva megjelenik jobb könyvében, mind pedig Ézsaiás könyvében a teremtésre. Most itt ugye érteni kell, hogy ezek a, ahogy ezt már minden egyes alkalommal megbeszéljük, hogy ezek a tanítások, hogy a, az eső az a földről származik, vagy az égből származik, nyilván van egy egy szimbolikus jelentése, valamilyen misztikus jelentése, és különben a Súha és, és a Lezer egy visszatérő vitapár, páros. Ugye visszaemlékeztek, ők vitatkoztak arra, hogy a világ mikor teremtetett Niszánban vagy Tisrében. És ennek az egész eső és víz problematikának a kabala szerint van egy olyan jelentése, hogy úgymond a a, amikor azt mondjuk, hogy az a, a, a víz az, a megélhetésünk az ö, ugye a eső, eső a záloga a megélhetésnek, a megélhetésünk az égből származik, vagy a megélhetésünk a földről száll föl. Ugye ez tulajdonképpen a vita, de mi soha is lezer között, és mi a egyszerű, egyszerű, szimbó, egyszerű, első, egybites spirituális jelentése, metaforikus jelentése ennek a vitának az az, hogy az ember megélhetése az a földről száll föl, magyarul mindig az ember annyit kap, amennyit megérdemel, amennyivel az a égből értékelik a földi viselkedését, tehát a földből úgymond fölszáll az ő viselkedése, és azt kapja vissza az égből, vagy pedig az égből ajándékként jön a megélhetés, független attól, hogy megérdemeljük vagy sem, mert többet kapunk, vagy nem úgy kapunk, mint ahogy feltétlenül megérdemelnénk. És ez a vita a és a lezer között, hogy mi a viszony az égiek és a föld kapcsolata között, a földiek kapcsolata között a megélhetés tekintetében. Kemán az laadik szív, máske harimáli jaiszav. Ugye, ha ez a vita valóban fennáll, ami soha között, hogy az eső az a földről száll föl, és jön vissza, vagy egyenesen az égből száll alá, akkor az a mondat, amit Zsoltárokban olvasunk, a 104-es Zsoltárban, máské harim máli Jajsza, hogy és itatja a hegyeket az ő lépcsőiről. Amára bérkele máli jöjsza, és az örökkévaló itatja az égi lépcsőiről a hegyeket, ke man, ke úgy tűnik, hogy ez a vélemény, ez Rabbi Yeshua, vagy ez a magyarázat, vagy ez az értelmezés ennek a mondatnak, Rabbi Yeshua véleményét kelti, mert úgymond Isten fentről itatja eh, esővel a hegyeket. Tehát csak úgy, ahogy Rabbi Yeshua mondta, hogy az eső az fentről jön, és nem pedig lentről száll föl. De Rabbi kiven de szállik le haszem, máské máli jöjszav kirileju, Mert Lezer szerint pedig na ez nem azt jelenti, hogy az égből jön az eső, hogy onnan van az eredeti forrása, hanem arról van szó, hogy amikor egyszer fölszáll a pára, és ott esővé válik, akkor valóban az égből fog alászállni. De ez nem azt nem jelenti még azt, hogy az esőnek a forrása valóban az égben van. Ugyanúgy, de Illaj téma, ahi, avakva, mint a Sumájmé van más olyan tórai mondat is, amiben valami olyasmi száll alá az égből, ami viszont egyértelműen nem az égből származik. Például, amikor azt mondja Mózes egy könyvében, az átkokban, hogy majd port és földet, port és hamut fogok rátszórni az égből, természetesen a port és a hamu nem az égből származik, hanem csak fölszáll és onnan jön vissza. El a kivendem, mint Midlile Hassam, mint a Karilei, ugye ott is az azt jelenti, hogy fölszáll és onnan jön vissza, ha nem még ki, szállki száll ki a haszna, Máli ugyanúgy itt is, amikor egyszer felszáll a pára, és onnan visszajön, akkor azt úgy tekinti, mintha az égből származna. Kedves barátaim, idáig tartottam ma esti tanulás. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap még egy kicsit folytatni a, a Gálettét anekdotákkal tűzdelt erkölcsi tanításokat, de aztán jön egy új misna, és egy-két halahát is fogunk tanulni. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, holnap reggel szokásos időben fél nyolckor találkozunk, addig is kívánok mindenkinek egy további szép estét a viszontlátásra, hallásra